Ez egy emlékeztető, hogy 2024-ben próbáld meg kiszűrni a zajt az életedből. A zajon a szó szerinti zajt is értem, tehát azt, hogy effektíve rettentően hangos világban élünk, főképp, hogyha városban élsz, akkor nagyon-nagyon sok hanghatás ér, és ez mind fáraszt, még akkor is, hogyha nem veszed észre, ez mind fárasztja az elmédet, fárasztja a lelkedet, fárasztja a mindenedet, még úgy is, hogy ez nem tudatos, abszolút tudat alatt is. Ezen felül pedig nem csak magára a fizikai zajra gondolok, hanem a lelki és az agyi zajra is. Úgy értem, ez alatt azt értem, hogy rengeteg információt kapunk mindenhonnan. Van, aki csak az internetet használja, van, aki rádiót hallgat. A lényeg az, hogy mindenhonnan rengeteg információ áramlik felénk, rengeteg felesleges információ, és nagyon-nagyon kevés az az információ, ami tényleg lényeges üzenettel bír. És viszont rettentően nehéz önmagunkat kivonni ez alól a rengeteg információ halom alól. És nagyon-nagyon nehéz azt megtenni, hogy a sok információ és a sok zaj között, tehát lelki zaj között megtaláld a te saját hangodat, megtaláld azt, hogy te mit szeretnél, hogy te merre szeretnél menni, hogy neked milyen érzéseid és milyen gondolataid vannak. Mert hogy nagyon-nagyon befolyásolja az, hogy mit mond a társadalom, mit mond a tévé, mit mond az internet, mit mond a rádió, mit mond a bármi. Nagyon-nagyon nehéz ez alól kivonni magunkat, és az lenne a legfontosabb 2024-ben, bármilyen állatjegyben is születtél, és bármilyen állatjegyed is van, hogy megpróbáld magad minél inkább letisztítani, és minél inkább erre a belső hangra figyelni, és arra, hogy az mit mond, és utána ragaszkodni hozzá, hogy abba az irányba mész, még akkor is, hogyha mindenki azt mondja, hogy hülye vagy. Egész egyszerűen talán ez lenne a legfontosabb üzenete 2024-nek, hogy próbálj meg csendesedni, próbálj meg belülre figyelni. Nagyon-nagyon nehéz, rettentően nehéz, de megéri. És utána is nagyon nehéz ezt fönntartani. Tehát állandó jelleggel a világ az azon lesz, hogy ezt a belső hangot ne halljad, hogy ne arra figyelj, mert a világnak egész egyszerűen más a, nem is az, hogy az üzenete, más a célja veled. Tehát most azért lássuk be, hogy fogyasztói társadalomban élünk. Az a lényeg, hogy minél többet vásárolj, minél többet vegyél mindent, nem az a lényeg, hogy önmagadat fejleszt, pedig ez lenne a fontos. Úgyhogy hajrá, fejlesztésre föl, figyelj a belső hangodra, és próbálj meg ez szerint élni 2024-ben. Megint mondom, nem könnyű, abszolút nem lesz könnyű, de megéri. Ezen felül pedig nagyon örülök neki, hogyha tetszettek az előrejelzések. Örülök, hogyha mindenki megtalálta a saját jegyéhez illő háttérképet, vagy hát képernyővédőt, amit le tudott tölteni a telefonjára. És remélem, hogy használjátok. Boldog új évet 2024-re!